Következzék tehát az esztendő utolsó mérkőzése itt a Pancho Arénában, hiszen Puskás Akadémia Pécsen fejezi majd be az őszi szezont. Az ellenfél a Diósgyőr, ami elsősorban Bencés Miklós, illetve a csapatban található Gohér Gergő szempontjából fontos mérkőzés, hiszen Bencés, illetve Gohér is kötődik a mostani ellenfélhez. Az első szöglet a mérkőzésen. Jól jön be, veszélyes, és nem sikerül bepasszolni! Egy méterről kimarad a lehetőség, óriási zicser volt. Lencse. Elek. Gohér becsúszása után Okukánál marad a labda. Polonkai, ott a lövő helyzet, és még így Jogosztonyi szúrt bele. Hűha, ez most kacska volt. Takács, szép labda, Okuká, Griffiths, megint majdnem megcsinálta. Polonkai, üres a bal oldal, Gohér, Tischler felé, Tischler veszi át, óriási helyzet, fölé, Lencse jött. Ez már a 48. perc, de még az első félidő. Gohér egyet igazít, megpattan a labda, és gól! Gohér góljával vezet a Puskás Akadémia. Egykori csapata ellen gólt szerez Gohér. Gohér. Szép beadás. Antal pedig nagyon okosan kitartott, hogy merre megy a labda. Türelmesen megvárta. Okuká. Griffiths kezdte le. Marjanovic lövése, és Danilovic fölé megy. Volt egy pillanat, amikor úgy nézett ki, lehet, hogy beesik a kapuba a labda. Ez most egy elítési lehetőség volt. Griffiths elég furán fejel. De Marjanovic jól lőtt. Gosztonyi, Marjanovic, ott a lepattanóból a helyzet, és Danilovic. Szakály küzd még érte, Lencse, nem sikerül kitennie, aztán Lencse csavar mellé. Jó helyzet felismerés volt. Nagyon veszélyesen pattan, és nem sikerül bejuttatni a kapuba. Ott helyezkedik Kádár, ő csak épp hogy hozzáér, Danilovic belepaskol. Husic. Griffithsnek magas, így is viszont helyzet lehet. És egy ívelés, ami azért eléggé mellé ment, hiszen Danilovic nyugodtan mutatta, hogy ebből nem lesz gond. Okuká egyből, és ott a fejes Griffiths visszafelé mozogva. Megkezdődik a 93. perc, Okuká, Griffiths-t keresi a labdával, Griffiths fejel Danilovic. Szépen rávetődik, gyorsan nem marad még ott a földön, nagyon jól érzi magát a kapus. A játékvezető pedig lefújja a mérkőzést. Bencés Miklós legyőzi egykori csapatát, a Diósgyőrt.